Szent Lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Krisztus a ránk váró javak főpapjaként jelent meg, s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba, amelyet nem ember keze alkotott, vagyis nem ebből a világból való. Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra, a szentélybe és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére, meg az üsző hamva, a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére. Ő az örök lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség idején elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget. Ez az Isten igéje. Alleluja! Jézus mondja, én vagyok az égből szállott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték, mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? Erre elküldte két tanítványát e szavakkal. Menjetek a városba. Találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz. Kövessétek őt, azután ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett tágas emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mind ittak belőle. Ő pedig így szólt, ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik. Ámen, mondom nektek, nem iszom többet a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ezután Zsoltárt énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Húsvét óta ugyanazt az egy ünnepet üljük, ugyanannak az egy titoknak a mélységeit fedezzük fel saját magunk és egymás számára. Ma egy másik szempontból, egy másik oldaláról közelítjük meg ezt az egyetlen valóságot. Nyugodtan mondhatja mindenki saját magának, hogy ez nem más, mint a kereszténység. Mit jelent kereszténynek lenni? Ezt a kérdést teheti föl ma mindenki saját magának. Milyen keresztény vagyok én? Hol állok ebben a kapcsolatrendszerben, mert hogy erről van szó? Az a kifejezés, ami újra és újra előkerült az ünnepek során, az a szövetség. Ma is, legalábbis az egyik állomását ennek a mozzanatnak, ennek a történelmi folyamatnak láthattuk, hallhattuk. Szövetség azt jelenti, hogy két vagy több ember fél az életét összekapcsolja. És nem csak átmenetileg, hanem végleg. Az a szövetség, amelyik felbontható, az nem szövetség, az legfeljebb kapcsolat.
mégpedig annak is a rosszabb fajtája. Nyugodtan mondhatnánk azt is, hogy a szövetség azt jelenti, hogy a két élet összeszövődik. Innen már nem lehet szétválasztani anélkül, hogy egyik, de főleg inkább mindkét fél sérülést ne szenvedjen. Mindegyik tönkre megy. Amint felborul, megszakad ez az összeköttetés, mindkét életbe kerül. A szövetségkötés ráadásul vérrel történik. Sokszoros az áttétel, nincs is elég időnk ma ahhoz, hogy ezt közösen átgondoljuk. Mert hogy életadás és életelfogadás megy végbe. Az igazi szövetség pedig csak olyan lehet, ami örök. Ideiglenes szövetségeket Isten se kötött. Mert ő neki kezdettől fogva valami végleges lebeg a szeme előtt. Hogy elérkezik majd az a pillanat, az az állapot, az a helyzet, amikor ő és minden teremtménye egységben lesz. Teljes, örökre megmaradó, igazi kapcsolatban, igazi mély egyetértésben, összhangban, majdnem, hogy azt mondhatjuk, még az anyagvilág szempontjából is, hogy teljes összeforrottságról van szó. Tehát életre szóló ez az összeköttetés, és ha mindkét fél életéről van szó, akkor az Isten oldalán csak egyféle élet van, az örök élet. És ha a magyar fordítások, mert hogy nem lehet ezt szó szerint visszaadni, pontosan kifejeznék, amikor Jézus az életről beszél, ő egy bizonyos görög szót használ, ami azt jelenti a magyarban, hogy örök élet. Én nem azért jöttem, hogy életük legyen, hanem hogy örök életük legyen, mert bioszuk már van. A biológia szintjén léteznek, de Jézus nem ezért jön, nem ezt akarja megerősíteni, hanem valami döbbenetesen újat. Olyat akar átadni, megadni, megnyitni nekem, nekünk, amink eddig nem volt, és nem is lehet, mert erőnkkel elérhetetlen, de az ő ereje számára nem az. A szövetségben kölcsönösen átjárják egymást a felek életei, nem tudok jobb szót, magyartalan. Másképpen kifejezve az életüket adják át egymásnak, mégpedig maradéktalanul. Egyik se tart meg önmagának semmit, hanem mindent odaad. Természetesen az ember oldaláról ez mindig csak törekvés, próbálkozás, igyekezet. Ez nem rossz, csak az Istenhez képest kevés. Önmagunkhoz képest és az életállapotunkhoz viszonyítva lehet, hogy ez a lehető legteljesebb, amit e pillanatban tehetek. De ugyanakkor a szövetségben meg is kell maradni. És ehhez ma sajnos nem hallottuk ezt a részt, amikor Ábrahámmal Isten szövetséget köt. Mindenkinek a szeme előtt ott van a jelenet. Ábrahám mély álomba merül, és ő nem kérte ezt a szövetséget, föl sem merült benne a lehetősége. Két helyen használja a Szentírás ezt a szót, ezt a tardémá, ellenállhatatlan álom. Majdnem, hogy azt mondhatnánk orvosi szóval, hogy műtétre készülnek elő, és úgy elaltatják, hogy ma se tudja, hogy létezik. Magáról nem tud. A másik ilyen hely, amikor Évát megteremti Isten. Azt mondja, és Ádám mély álomba merült. Mert nincs hatalma része abban, ami most történik. És most ugyanez a helyzet. Az állatokat Ábrahám szétvágta. És a kettévágott állatok között, azt mondja, mint valami izzó kemence, kifejezés, valami keresztül vonult, ahogyan az ókori világban, amikor a szerződő felek, a szövetséget kötők megpecsételték a kettejük közötti viszonyt, mégpedig örökre, mindketten átvonultak az áldozati állatok között. Mert hogy járjak így, ha bármikor, bármilyen módon megszegem ezt a kapcsolatot, ezt az összeköttetést. Itt viszont csak egy fél vonul keresztül, Ábrahám alszik. Nincs még itt az ideje, és még az ember nincs készen arra, hogy az Istennel együtt átvonuljon az állatok között. Az ember erre képtelen. De az Istenben, ebben az izzó kemencében, jobb kép, mint a semmi, ebben az ember is ott van. Mert ahogyan kezdettől fogva elsődlegesen az a terv, hogy a második isteni személy emberré lesz,
azaz egyesül ezzel a teremtett világgal anyagiságában is, az Isten soha nem akart olyan világot teremteni, ami közte és a világ között távolság van. Ezt legfeljebb mi találjuk ki, az Isten nem ilyen. Ő szereti a teremtményeit, az életteleneket is. Annak, ami. Itt a szövetségben az Isten ember vonul keresztül, hogy az Isten és az ember, ez egyelőre még csak előkép, akkor, amikor már ez valósággá válik, akkor a mély teljességében kibontakozhasson, az Isten és az ember örök szövetséget kössön, amit nem lehet többet felbontani. Az ember se tudja, mert az összes ember benne van abban a fiúban, aki a szövetséget köztem és az Isten között létrehozza. És ez újul itt ma meg. És van egy újabb elem, ami szintén kimaradt a mai olvasmányból. Bemutatták az első áldozatot Mózesék. Majd aztán Isten parancsot ad, hogy ő, Áron, Nadab, Abihu, meg még 70 vén menjen föl a hegyre. És azt mondja a szöveg, és látták Izrael Istenét. Valamit láttak. Isten mutatott nekik valamit. Nem azért, mert becsapni akarta őket, hanem egyszerűen az emberi szem ekkor még erre képtelen, hogy befogadja az igazit. De nem hazudott. Azt mondja, látták Izrael Istenét a lába alatt olyasmi, mint a zafír kövezet. És nem ez az érdekes, ez fontos szempont, de ennél még szembetűnőbb, azt mondja, és leültek, és ettek, és ittak az Úr szeme előtt. Szent lakoma. Táplálék, egyelőre Isten jelenlétében, és látták, mert az Úr nem emelte föl a kezét ellenük, tehát megengedte. Mi ez? Egy gyönyörű előképe annak, amit mi itt ma a szentmisében és minden szentmisében ünneplünk. Hogy az Isten jelenlétében, mindegy, hogy ez milyen jelkép mögé, szín mögé húzódik vissza. Miattunk van, nem miatta. Avilai Szent Teréz írja, és újra meg újra az eszembe kell vésnem. Az Isten végtelen könyörületessége mutatkozik meg abban, hogy a kenyér és a bor színe alá rejtőzik. Ha valaki láthatná, hogy micsoda isteni dicsőség és fölség rejtezik a két szín mögött, egyikünk sem merne áldozni. Visszariadna a szenttel való közvetlen kapcsolatteremtéstől, mert azonnal lelepleződne, hogy én meg nem vagyok szent. Hogy lehet közünk egymáshoz? Az Isten ennyire szeret, ennyire törődik, ennyire szelíd, ennyire alázatos, és igazából csak ő alázatos. Meghívást kaptunk, hogy a jelenlétében táplálkozzunk, de nem akármivel, hanem ő maga az eledel. És itt az újdonság, hogy Jézus Krisztus Isten emberi mi volta lesz az a kapu, ő maga mondta, én vagyok az ajtó. A bárányok kibejárnak rajtam keresztül, és dúsfűvű legelőre, és tiszta vízű patakra találnak, stb. Rajta keresztül beléphetek az Istenbe. És rajta keresztül belép az Isten az énembe. És a kettő összeforr, mint egy igazi szövetségben, és ha bármelyik oldalon sérülés történik, nagyon nyers a kifejezés, de az Isten emberségbe belefér, mindkettő meghal. Én, szinte ezt mondhatnánk, belehalok a halálos bűnbe, ezért ez a neve, de az Isten is halálos sebet kapott. Hát nem ott haldoklik minden pillanatban az én életemben? Nem minden egyes bűnömmel újra meg újra keresztre feszítem? De most ne a szenvedésre hegyezzük ki a dolgot, bár nem szabad tőle soha eltekinteni, hanem arra, hogy mi történik itt. Mi az, hogy az ő szentséges teste, legszentebb teste és legszentebb vére, azaz maga, ő együtt, az egész, mit ad nekem? Nem valamit. Nem azokat a hétköznapi és egyébként jó, helyes kéréseket, amikkel felé szoktunk fordulni, hanem sokkal többet. Mindent nekem ad. Semmit nem tart vissza. Állandóan ezen a kapun keresztül árasztja felém egész lényét,
teljes önmagát, és saját magában a mindenséget adja. Sőt, még azt is, amit el se tudunk képzelni. És én a keresztény, vagy aki szeretnék végre keresztény lenni, az én oldalamon mi van vele szemben? Én hol vagyok? Megkötöttem a szövetséget vele? Az én vérem kiomlott, mert az övé igen, nem feltétlenül testileg, de lelkileg. Hogyan fogadom a nehézségeket az életemben, a tragédiákat, az összeomlásokat, a megaláztatást, a gúnyt, az értetlenséget, ami körülvesz, vagy ami bennem van? Hordozom én ezeket, mint keresztet? Hol vagyok? Mit értek ebből? És nem is ez az érdekes, mert érteni talán semmit nem értünk, de mi él bennem? Élő ez a kapcsolat? Vagy csak felőle az? Én pedig olyan vagyok, mint egy kripta. A halottak csontja is, mindenféle undokság van bennem. Semmi élet. Akkor támadjak életre, mert ennek meg nincs akadálya. Ő jön, megérint, és azonnal föltámadok. Ez a Szent Jónás. Minden eszközt, lehetőséget itt hagyott, miközben ő nem ment sehová, hogy ez a kapcsolat állandó legyen, de ha mégis történne valami, ami miatt ebből kiesünk, vagy ez az összeköttetés, az a szövetség, ez az egység, mert teljes egységnek kéne lennie, ez megsérül, akkor ez meggyógyítható. És én soha nem tudom meggyógyítani, én mindig hozzáfordulok. Amikor elmegyek a gyóntatószékbe, kérem tőle a bocsánatot. Amikor a szentáldozáshoz járulok, ezért nem a pap rohangál a padok között, hanem a keresztények jönnek ide. Ő járul Krisztus elé, hogy Uram, itt vagyok. És nyugodtan hozzátehetnénk, tegyél velem csodát. Újíts meg, kelts életre, ha aludtam, ébresz föl. Saját magaddal tölts el, szükségem van rád. Ez az, amikor ide lépdelek. Ugyanaz, mint amikor Mózes megy a hegyre, vagy sorolhatnánk a Szentírásból a különböző példákat. Seregestül követik a tanítványok Jézust, a nyomában járnak szó szerint. Ugyanazt az utat járják lépésről lépésre, amit a Mester, és úgy is végzik. Mindet megölik. János kivétel, de sok szempontból. És én ma itt, 2018-ban, bennem, milyen a szövetség? Az én oldalamon eleven dolog ez? Ha nem, akkor sincs baj, bár ne így lenne, mert helyre lehet hozni. Akkor sipírc a gyóntatószékbe, és kérjem a föltámadást, és aztán öleljem magamhoz. Rajta keresztül már a feloldozásban is a Szentlélek az én osztályrészem lesz, az enyém, de a szentáldozás a csúcspont. És ha bármi van köztem és a szentáldozás között, akkor olyan könyörtelenséggel tessék kiirtani nekem, nem nektek, nekem, a saját életemben, amilyen könyörtelenséggel végigvitte Jézus a megváltást. Nem kímélni önmagunkat, nincs kényelem, nincs megszokás, nincsen elégedettség, hogy jó ez így, minimalizmus, mindent. Isten nem alkuszik. Az Ószövetség szava igaz, féltékeny Isten vagyok. Nem tűröm a vetélytársakat, mert azok mindig álistenekké növik ki magukat. Az Isten végtelenül bölcs. Már akkor erre hívta föl a figyelmet, hogy ha bármi köztem és közéd áll, mondja nekem, akkor ott óriási baj van, mert egy új Isten keletkezett az életedben. Akkor ki az Isten? A pénz? A hatalom? A gyönyör? Mi az Isten? Azok engem meg tudnak menteni? Képesek velem csodát tenni, azon túl, hogy hazudok magamnak. Ki az én Istenem? Milyen az én Istenem? És itt láthatjuk. Minden szent misében elém áll,
nem szemrehányóan, nem kioktatóan és nem lekezelően, hanem ahogyan az édesapa és az édesanya képes erre, szalad felé a kisgyerek, és hogy odahajol szeretettel és fölemeli magához. Ilyen a mi Istenünk. És ott van a két kezén, a két lábán, a szívén most is a seb. Ezt a föltámadott testéről se vette le. Ezzel a kézzel, lábbal és szívvel áll elém. Nézd! Szinte, mintha magához akarna, nem jó szó, édesgetni. Szendesít, hogy ennyibe kerültél, de örömmel kifizettem ezt az árat, mert rólad van szó. Jobban szeretlek, mint bármit ezen a világon. Drága vagy, sokba kerültél, de még többet is fizettem volna, ha lenne több, de nincs, mert önmagát adta. És erre hív meg, a maradéktalan szabadságra, hogy minden köteléket, testit, lelkit egyformán levessek magamról, átöleljem és teljesen belefeledkezzek, hogy megszűnjön minden és mindenki abban a pillanatban, ami egyébként örökké kéne, hogy tartson. Ilyen szövetséget álmodott nekem az Isten, és ezt adja meg, nem nekem kell kutatni utána, készen van. Egy dolgom, egy feladatom maradt, elfogadni. Kinyitni a szívem, és azt mondja, hogy Istenem, hát add. Vágyok rád, szükségem van rád, nélküled nem élet az élet, az csak vergődés. És ebben a leghétköznapibb, de egyben legemelkedettebb formában történik meg az egyéválás. Magamhoz veszem, megeszem őt. Úgy szeretlek, és ebben az esetben, hogy megeszlek. Mert bennem kell, hogy élj, nem rajtam kívül valahol a messzeségben, az nem a mi Istenünk. Az valami buddhista téveszme, vagy valami hindú hazudozás. Ők persze ezt halálosan komolyan gondolják, ez nem az ő leszólásuk, hanem hogy mi helyünkre tegyük saját magunkat, meg a mi Istenünket velük összeköttetésben. Nem szabad kritizálni vagy gúnyolni őket, de ez más. Egyik másik vallásban sincs olyan, hogy az Istenek szeretik az embert. Csak a mi Istenünk szeret. És ez a nagy újdonság, ami átalakítja mindenestül a világot. Csak a szeretettel lehet megváltozni és megváltoztatni. Nem a világot kell, hanem önmagamat és rajtam keresztül majd mások is. Ebből a szeretetből részesülve elkezdenek átváltozni. Nem véletlen, hogy a Szentmisében a legfontosabb részt így hívjuk. A szemem láttára anélkül, hogy ezzel látnék, a fülem hallatára Jézus szava, hogy ez az én testem, és az úgy van. Aki mást mond, az nem veszi komolyan Jézus Krisztust. Mindenhol szó szerint kell érteni a Bibliát, csak éppen itt nem, ugye? És ez az én vérem, nincsenek mellébeszélések meg kommentárok, azaz itt áll előttem a keresztre feszített és mégis élő Krisztus. És elém áll, és mindent fölkínál. Nincs más feladat, mint kinyílni, befogadni és hagyni, hogy belülről saját képére és hasonlatosságára változtasson át. Amen.